Sziasztok, Pálinkás Ferenc vagyok a BRC-től ismét, egy videóriporttal jelentkezünk. Itt ül mellettem Fel Máté, és azt fogom tőle megkérdezni, hogy hogy érezte, milyennek látta a legutolsó meccset a Fradi ellen. Sziasztok! Az első 15 percben nagyon nekünk esett a Ferencváros, el akartam dönteni a mérkőzést. Utána rendeztük sorainkat, az idősebb játékosok összefogták a csapatot, és úgy érzem, hogy a második, az első fél idő második felében már azt a focit játszottuk, amit szeretnénk. A második fél időben kicsit visszaesett a teljesítményünk, ezért sikerült megdönteni a Ferencvárosnak. Igen, én is úgy vettem észre, hogy az elején nagyon bekezdtek a Fradisnak, egy kicsit ilyen távol-keleti, harcias módszerrel, nagyon hangosan és nagyon agresszíven kezdtek. Megpróbáltak benneteket nagyon megijeszteni, és tényleg összeszedtétek magatokat az első fél időben, és gyorsan be is vágtátok neki a két gólt, ami sajnos a második fél időben kiegyenlítődött a Fradinak a részéről. De hogy érzed? Én amikor az elején láttam, az idősebb játékosok ugye többen voltak az első fél időben, ott egy picit összeszedettebb volt a csapat, és valahogy a második felére a fiatal játékosok között valahogy nem volt meg. A középpályáról úgy nem nagyon, vagy nem is azt mondom, hogy a középpályáról, mert talán még oda sem nagyon jutott el a labda, inkább csak a kaputok előtt volt. Vagy ezt hogy érzed, hogy mi lehetett a gond? Úgy érzem, az első fél időben a rutinos játékosok nagyon sokat nyomtak a teljesítményen. A második fél időben is sokat cseréltünk, lementek az idősebb, rutinosabb játékosok, és a fiatalok jó magam is nem tudtuk azt a játékerőt képviselni, nem tudtuk összefogni a csapatot, amit a rutinosabb játékosok ezt az első fél időben, második felében megcsinálják. De akkor te is így láttad nagyjából. Igen. Nagyon harcios mérkőzés volt, ahhoz képest, hogy edzőmeccs 3-4 sárgalap is volt, nagyon durva mérkőzés volt. Igen, azt láttam, hogy a bűrös sűrűn emelgette a kezét. Jó, látom, hogy itt a srácok már készülnek az edzéshez. El is engedlek, szerintem nagyon fogok örülni a drukkerek, hogy megszólaltál. Nyilván, mivel egy fiatal új játékos vagy, most igazoltak téged. Milyen volt gólt lőni az első edzőmeccseken Budaörszínben? Én nagyon szerettem volna bizonyítani, szerintem sikerült is. Nagyon jó érzés volt, hogy már rögtön az első két meccsen be tudtam találni, még edzőmeccs is. Remélem, hogy a bajnokságban is minél több gólt tudok szerezni, gólpasszokat adni, és sikeresek leszünk, és feljutunk az MB2-be. Ezt nagyon erősen kívánom neked, hogy ez így legyen, és szerintem a drukkerek is így gondolják, hogy igen, a bajnokságban is sok gólt kell majd bevárni. Hát igen. Köszönöm szépen az interjút. Sziasztok! Sziasztok! Bari! Jön! 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 J